Szevasztok! És újra elkezdődik a Snapchat-bemutató sorozat, ugyanis elérkezett az 1.8-as um, patchnek az első snapshotja, ami ugye nyilván még azt jelenti, hogy maga a patch elég messze van, azonban elég durva és um, esetleg talán hasznos dolgok is bekerültek már ebben a snapshotban is, és azt hiszem, hogy a legelső dologgal is kezdeném, ez pedig nem más, mint ez a kis érdekes zöld blokk, ami nem más tulajdonságokkal rendelkezik, mint hogyha ráugrunk, akkor visszapattanunk róla, azt hiszem, hogy olyan 60%-os magasságig dob vissza, mint ahonnan leugrottunk, de egyébként nagyon menő dolgokat lehet vele csinálni. Lassabban lehet rajta menni, mint a Soul Senden, úgyhogy lehet vele jó kis csapdákat csinálni, illetve azt hiszem, hogy minden, az itemek nem, de a mindenféle mob ugrál rajta. Ami nem tudom, hogy igazából um, azon kívül, hogy vicces, milyen tulajdonságokkal rendelkezik. De a lényeg, hogy... Most már ilyenünk is van, és tudunk belőle trambulin csinálni. A kraftolási receptet valószínűleg kitalálhattátok. 9 darab slime lesz egy slime block. És... Ja, igazából ennyi a dolog. A... mi érdekes, hogy nincs rajta ugye fall damage, de ezt nem láthatok kreatívban, de meg is mutatom gyorsan, hogy, hogy látszódjon a dolog. Úgyhogy igazából, hogyha van egy kis időnk arra, hogy ö, megvárjuk még ugye az ugrálásnak, ó, bassz is. Mire, még megvárjuk ugye az ugrálásnak vége van, akkor igazából nem kell vizet használnunk, hanem akár slime bolt is rakhatunk egy-egy, mit tudom én, lyuknak az aljára, ahova szeretnénk leugrani. Szóval, ja, igazából így nincs full damage. Visszaugrok gyorsan kreatívba, és elrepülök oda, ahol a további újítások vannak. Egyébként ebben... <coughs> ebben a snapshotban, illetve gondolom ebben a patchben is rengeteg olyan dolog kerül be, ami az adventure uh, mepekkel kapcsolatos, de szerintem egyébként érdekes és ötletes újítások, úgyhogy uh, mindjárt meg is látjátok. Az első, itt van egy pár dolog, úgyhogy kezdjük ott, hogy hogy az első az nem más, mint amit itt lent láthattuk a barlangokban. Itt vannak ilyen furcsa dolgok, amik eddig nyilván nem voltak ott. Ez nem más, mint a e, különböző új blokkok, illetve kőfajták, ez a diorit, az andezit és a gránit. Ezek igazából Szerintem csak azért kerültek be jelenleg, hogy színesítsék így a barlangoknak a képét. Akkora a kis pekkekben generálódnak, mint a gravel, tehát ugyanúgy random meg lehet találni, mint látjátok, egy kicsit azonban gyakrabban. És hogy a dekorációs célra szeretnénk használni, mindegyiknek van egy ilyen sima változata, ami hát igazából szerintem annyira nem esztétikus, de esetleg um, csempének vagy talapzapnak lehet őket használni, ezt pedig talán oszlopnak is. Ezt a crafting receptet um, úgy tudjátok elérni, hogy fogjátok, az lesz a legegyszerűbb szerintem, hogyha visszamegyek survival -be, és akkor úgy megmutatom, szóval csak az egyikkel fogom, mert nyilván a többi ugyanúgy működik, szóval fogtok négy, darab a, négy darabot az adott kőből, és akkor kaptok négy darab ilyen öm, simább verziót, ugyanúgy, ahogy a stomebri működik úgyhogy igazából nem nagy ördöngösség, illetve egymásból lehet őket kraftolni, hogyha esetleg valamelyikből többre lenne szükség, de mondjuk az egyik fajtára nem. A kettő darab kvarc és kettő kabusztomból lehet dioritot csinálni, egy kabusztomból és egy dioritból andezitet, illetve kvarcból és dioritból pedig a gránitot, úgyhogy így igazából, hogyha nagy mennyiségre van szükség, akkor ezt is pótolni tudjuk. Azt hiszem, hogy ja, ezekből ennyi egy kisebb újítás, hogy a furnace hogyha megáll a sütés azért, mert mondjuk nincs benne elég fűtőanyag, mondjuk berakok két sticket, nem egy sticket, az egy fél anyagnak az elégetéséhez elég, akkor nem veszik el az eddigi ö, sütési idő, hanem mint lehetok megáll félig, és hogyha újra rakok be ö, anyagot, akkor folytatódik és így befejeződik. Igen. Szerintem egyébként hasznos dolog, ezt már régóta Hiányoltam. A következő az egy kis érdekes dolog a villagerekkel. Uh, van itt nekem valami? Nem. Akkor először a villagerek legyenek, hogy... Uh, Beszpalmolt egy tehén. De nekünk nem kell egy tehén ide. Szóval a villagereknek a trédjei mostanában egy kicsit máshogy működnek. Illetve... Te hogy szaladtál ki? Illetve... Mostantól vannak um, különböző lehetőségek attól függően, hogy milyen színű ruházatok van, mert ugye eddig csak kis érdekesség volt, hogy máshogy nézzenek ki. Most azonban mindegyik ruházathoz ugye tartozik egyfajta mesterség, és az ahhoz tartozó anyagokat tudjuk um, tőlük megvenni. Mondjuk kiválasztok egyet, és ez a legalapabb, ezt gondolom, hogy igen, ez egy pásztor. Úgyhogy fogok mondjuk vult, és megmutatom, ha Ja, egyébként alapból több trade van már velük, kettő-három trade-del kezdenek, szóval fogok egy kis full trade-elek vele, mondjuk 3 emeraldot, akkor mindjárt nagyon szeretni fog engem, és hogyha trade vele mondjuk egy sírt is, akkor még jobban fogsz, aha, ezek szerint többet kell vele trade -elni. szóval a lényeg, hogy ha trédelünk velük, Ah, oh, oh, nem csak kicsit későn indult be a dolog, szóval mint látjátok mostantól 3-4, ú, rengeteg új trade-et, jó, azt mondjuk nyilván azért, mert volt de rengeteg új trade-et azzal, hogy hogy velem, vele, mit látjátok, az összes színű wool tudom cserélni Emeraldra, illetve most mutatok egy másikat, ez a pap, aki, ö, wow, gold és rotten flash, csak akkor még legyen rotten flash, mert az úgyis mindenkinek van egy csomó, és mostantól be lehet váltani Emeraldra, szóval rotten flesh, látjátok, trade vele egyszer, kétszer, Mondjuk most trédetem vele kétszer, remélhetőleg így is szeretni fog engem. Gyerünk. És most lett egy új trédem, kettő, három. Három új trédem. Úgyhogy, mint látjátok, ez így eléggé hasznos lett mostanában. Csinálok egy time set date. Illetve... Uh, azt hiszem, hogy végigmegyek a fajtákon. Ez a fehér a könyvtáros, mint látjátok, ilyen, ilyen dolgokat, ja, és tök jól merencsántató dolgokat is árulnak, szóval ilyeneket árul. A lila az a pap, azt már láttátok. A barna az... Uh, melyik? A fehér kötényes, aki nincs itt, az a halász. Aztán van... Uh, nem, várjunk, nem. A barna, a halász, van egy halász, aki aki elkóborolt, igen, a halászkóborolt. A fehér kötényes, az pedig a hentes, aki megint csak nincs itt, pedig eredetleg leszpanolta mindenfélét. Ő a Páncia Kovács, ez nagyon érdekes, ugyanis ő egy csomóféle armort, illetve érceket árul. Ebből egy van nyilván ott a, a kohó mellett, ami minden, majdnem minden faluban megtalálható. Illetve van pásztorunk, farmerünk, és azt hiszem, hogy végigmentem az összesen, csak nem találtuk meg őket, mert elszaladgáltak ja, igazából ennyi. A következő az, hogy itt ezek a stonebrickek, ugye eddig is ben voltak a játékban azonban, csak dungeonben lehetett, nem dungeonben, strongholdban lehetett őket találni, de mostantól van arra a lehetőség, hogy craftoljuk őket. Stonebricket, vinyl összekraftoljuk, lesz mossy stonebrick, illetve kettő darab stonebrick slebet, akkor pedig chiseled stonebrick. Úgyhogy igazából mostantól ezek is elérhetőek, hogyha szeretnénk belőlük építkezni. A következő, ez egy új enchanting rendszer, ami szerintem nagyon érdekes, és kellett ez az újítás. Van egy dolog benne, ami mondjuk zavar, de, de egyébként egészen hasznos kis dolog. Ez pedig nem más, mint hogy fogok egy kardot, mondjuk ezt fogom enchantolni. Természetesen körben van rakva maximális mennyiségű könyves és hogyha berakom, mint látjátok már, egy kicsit változott is a dolog, ha berakom a kardot, akkor így furcsa dolgok jelennek meg. Először is, ezek ugye a jobb alsó számok mostantól nem azt jelzik, hogy mennyi XP kell, hogy mennyi XP-t fog felhasználni az enchant, hanem hogy mennyi kell ahhoz, hogy rá tud rakni a kardra. Ez ugye annyiban különbözik, hogyha mondjuk megnézel a legnagyobb enchantot, akkor mostantól nem fogja elhasználni azt a 30 XP-t, csak 3 belőle. És mint látjátok, hogyha ráviszem az egeret, akkor megmutatja az egyik enchantot, amit rárakna, nyilván a level 1, és ez valószínűleg nem fog az ámbreakingen kívül más nagyon rárakni. Uh, illetve kell hozzá lap is, úgyhogy mostantól ennek is lesz valami használati lehetősége, és ugyanannyi kell hozzá, mint a hány szint. Ami érdekes, hogyha uh, váltogatom már, mint hogyha próbálnám váltogatni, mint látjátok, nem változik. Mostantól csak úgy lehet különböző encsántokat rakni a fegyverekre, illetve új választási lehetőségeket előhozni, hogyha alap, hogyha egyet elhasználtak közül, tehát ráraktok. Mondjuk én ezt a hármast rárakom. Nézzük, hogy Unbreaking 3 mellett, Sharpness 3 és Knockback 2. És hogyha ezt vissza... Ja, ezt már nem rakatom vissza, mert... Um, akkor fogok mondjuk egy új... Egy új legyen kard, nem, legyen, legyen, mondjuk most egy egy ásó, szóval berakom az ásót, és látjátok kreatív módban nem használja el a lapist valamiért, és mondjuk most megnézzük a Fortune 1-est, Rárakta a Fortune 1-et. Úgyhogy, ja, igazából így működik a dolog szerintem, mivel kreatívban vagyok, el sem használta a game mód 0, el sem használta, a, de elhasználta a szintjeimet, csak a lapis nem. Érdekes. Na, szóval így működik az enchant rendszer. Az, hogy nem lehet váltogatni, talán egy kicsit ö, zavarhat, azonban szerintem nagyon ötletes, és éppen ezért a lapis ó, ércek mostantól nagyobb ö, pakkokban, illetve kupacokban generálódnak, éppen azért, hogy könnyebben lehessen enchantolni velük. Ja, és persze mostantól, mivel nem kell olyan sok XP az enchanthoz, csak ilyen, vagy a három a legnagyobb szintűekhez, ezért ö, sokkal sokkal több XP kell egy szinthez, de ezt majd valószínűleg mindenki észre fogja venni, az Anvilben, amit valószínűleg nem fogok tudni, igen ezt nem is akartam megmutatni, mert nem túl nagy dolog, de az ülőben mostantól ugyanúgy ezzel arányosan minden költség kisebb, az átnevezés is ö, azt hiszem, hogy csak egy színbe kerül a javítás, az kettőtől ötig, és mostantól lehet encsántó dolgokat javítani benne a következő dolog, amire már nagyon régóta vártunk, hogy lehet stekkelni az ajtókat, méghozzá 64-ig, úgyhogy ha craftolsz két ajtót, akkor nem fog egy csomó helyet elfoglalni. Ezen kívül a crafting recept már három ajtót ad. A csónakkal van egy kis érdekesség, hogyha lelököd négy blokkról magasabbról, akkor széttörik, ami igazából nem tudom, hogy ki lökötte le négy blokk magasról a csónakokat, hogyha esetleg sikerülne végre, de mostantól ez is egy kicsit realisztikusabb, így van, szét is tört, illetve, uh, mi van itt? Ó, igen, az Adventure móddal, ugye ez az, amiről beszéltem, hogy az Adventure map készítőik itt egy kicsit um, favorizálták újra, hogy az Adventure módból bekerült egy csomó érdekes dolog, többek között, hogy most bemegyek a, melyik a hányas game mód, az a kettes? Igen, szóval amit látjátok, uh, itt adventure módban semmit nem tudok kiütni, ugyanúgy, ahogy eddig, viszont hogyha addolok magamnak egy ásót, aminek egyébként elég egyszerű a, mármint nem olyan bonyolult a kódja, ugyanis tudunk olyan ásót adni magunknak, illetve mindenféle olyan eszközt, aminek előre megmondjuk, hogy milyen fajta blokkokat tud törni. És itt látjátok, ez itt van, hogy um, füvet és um, mi az homokot tud ütni. törni, tehát mostantól csak ezeket ki tudja ütni, azonban semmi más, ugyanúgy, mint látjátok, amit nem is tud kiütni, a körül nem is látszik ez a kis fekete ö, körvonal, ugye ez eddig nem volt benne az adventure módban, de mint látjátok, a dörtöt már nem tudom kiütni, csak a füvet, illetve valahol, ha lenne homok, akkor odáig nem fog elfutni, akkor azt is ki tudnám ütni vele. Úgyhogy, ö, ja, ez egyébként egy egész érdekes dolog, és biztos jó kis lehetőséget lehet kihozni vele. A Hogyha szükségetek lenne a parancsra, akkor ezt le fogom rakni majd a leírásba. Ezen kívül, hogyha megnézitek az F3-at, most van benne egy F, ott, ott valahol középtájt az alsó bekezdésben, láttuk egy olyat, hogy F2-s pont. Ez azt jelenti, hogy merre fele nézel, úgyhogy mostantól könnyebben meg lehet állapítani ezt is a per kill parancsal most már nem magadat ölöd meg, hanem másokat is megtudsz, hogyha kijelölöd a player nevet isbe vagy egy koordinátát, ahol állatok vannak. A, az editáló programokkal mostantól lehet csinálni záródó cseszteket, amikkel nem akartam nagyon sokat foglalkozni, úgyis csak az adventure map lesz érdekes, de... Ez is ben van a játékban, úgyhogy csak úgy elmondtam. Illetve a teleport mostantól sokkal simább, ezt most megint nem tudtam nagyon megmutatni, de a lényeg, hogy mondjuk az olyan adventure mapeknél, amik ö, végtelenített részeket tartalmaznak, ami nyilván ugye teleportálással van megoldva, sokkal simább és sokkal kevésbé észrevehető, hogyha a játékos egy helyről egy másikra kerül át, illetve van egy érdekes kis funkció, ez pedig, hogy le lehet lokkolni a nehézségi szintjét, ennek a világnak. Innentől kezdve akárhogyan próbálod, nem változtathatod meg. Így ugye egy kicsit ö, kicsit jobb um, adventure élményt lehet esetleg adni a világodnak, és azt hiszem, hogy ennyi lenne az első snapshot, hamarosan jövök majd a következővel, um, amit, amit mondtam, illetve a teljes changelogot is le fogom rakni a leírásba, és addig is, sziasztok!